A reformáció napjára készült el a Wittenbergi Vártemplom 3D nyomtatásban Sopronban, amelyet Nagyváradi Krisztián készített el és ajándékozott a Soproni Evangélikus Egyházközségnek. Luther Márton 1517. október 31-én szögezte ki 95 tételét a Wittenbergi templom kapujára, és ezzel megváltoztatta a világtörténelmet. Ennek részletét szerette volna bemutatni Krisztián az alkotásával. Nagyváradi Krisztián otthonába látogatunk el Sopronba, aki szenvedélyesen gyűjti az építőjáték elemeket és figurákat. A 3D nyomtatást is azért kezdte el, mert tovább szerette volna gondolni a már készen megvásárolt házakat és várrészleteket. Ez maga a Playmobilnak a viktoriánus háza, és ahhoz kompatibilis elemeket csinálok, tehát egy ilyen kis újságos standot, ami itt föl lehet majd nyitni, és akkor kitámasztóval minden, és ami teljesen kompatibilis a Playmobil, de a Playmobil soha nem gyártott ilyet. Családi házuk pincéjében sorakoznak a viktoriánus házak, amelyek környezete hétről hétre bővül Krisztián által. A kialakított hobbisarokban kapott helyet pár évvel ezelőtt a 3D nyomtató is. Az egész az abból indult, hogy vásároltam egy 3D nyomtatót, tehát ez volt az alap. És utána kezdtem el YouTube videókat nézni, meg egy Facebook csoportok is vannak. Sokszor segítettek már a Facebook csoportok, amikor elakadt egy nyomtatásom, nem tapadt le az anyag, akkor mondták, hogy ilyen fúvókát használj, ilyen ablaktisztítót használj, ilyen hajlakot használj, hogy ami segít a letapadáshoz például, vagy az alapbeállításokon így módosítsak, mert jó, hogy a 200 fok az nem 200 fokra volt alapból állítva, de azon jó, sokkal jobb a nyomtatás. Megmutatja közben a nyomtató működését, amelyen nemrégiben készült el a Wittenbergi Vártemplom kicsinyített mása. Itt van maga a nyomtató, beállítom azt, hogy milyen típusú anyagot szeretnék nyomtatni, én mindig PLA-val dolgozok, és akkor ráállítom, hogy PLA. És itt akkor kijelzi nekem, hogy 260, hogy 200 fokra melegíti ezt a olvasztófejet, és 60 fokra fogja nekem melegíteni a platnit. És akkor itt látható fönn maga az alapanyag, a PLA. Ez én most éppen szürkével nyomtatok, de a szivárvány összes árnyalatába lehet PLA-kat beszerezni, kapni. Nekem vannak ilyen alapszínű fekete, fehér, szürke, barna, zöld, piros, ugye ezekkel szoktam nyomtatni. Ugyanilyen kereszt van a Wittenbergi templomon is, amit nyomtattam, annak az elkészült példánya. Hát ilyen szép minőségben nyomtatja ki a nyomtató. Ez pont egy órás nyomtatás volt. Felkerekedünk, hogy megnézzük az elkészült templomot, amely a napokban került bemutatásra a Soproni Evangélikus templomban. A reformáció napjára akartam mindenképpen, hogy elkészüljön a templom. Október 31-én van a reformáció napja, amikor Luther Márton a Wittenbergi templomra kiszegezte a 95 pontját. Ez az a pillanat akar éppen lenni, és ezt mindenképpen a reformációra szerettem volna. A reformáció napjára készítette el Krisztián a Wittenbergi Vártemplom kicsinyített mását, és ez alkalomból ajándékozta az evangélikus egyházközségnek. Ekkor meséli el, hogy 4 éve kezdett el 3D nyomtatással foglalkozni. Kezdőként kezdtem el nyomtatni alkatrészeket, amiket találtam az interneten, tervrajzokat, és nyomtatgattam, és közben fejlesztettem magamat, a tudásomat, a gépemet, ilyegymást. És körülbelül egy éve kezdtem el saját magam tervrajzokat készíteni, mindenféle elemeket, várelemeket, templomelemeket, ilyeneket, és már régóta élelődött bennem, hogy az evangélikus egyház sokat tett és segített nekem, hogy valamivel meg kéne hálálnom, és akkor jött az ötlet, hogy jön a reformáció októberben, és hogy arra meg kéne építeni a Wittenbergi templomnak a mását. Főleg a tetőelemekkel küzdött meg az alkotó, ezek több időt vettek igénybe. A csúcsrészlet az egyik kedvence, meséli. Voltak mindig olyan részek, amikor az éjszaka is azba álmodtam, hogy hogyan lehetne megcsinálni. Főleg a tetőelemekkel volt azért egy kis küzdelem, mert hogy ezeket úgy meg tudjam nyomtatni, hogy stabil legyen, viszont a nyomtatómat is figyelembe kellett vennem, hogy mit tud nyomtatni, meg itt hátul azt a körfal elemet, ami a bástyának a tetőjét, hogy a tetőt is, a bástyát is egymásba viszi, és végül is, amit még azt hittem, hogy nehéz lesz majd itt a végén a csúcsot megtervezni, de az úgy annyira jó jöttek az ötletek minden, hogy a végén az egyik kedvenc részem lett végül itt a legfőső csúcsrész, úgyhogy de mindig valami új ötletem támadt, vagy láttam egy új technológiát, hogy például ezt a felső körbástya elemeket is kinyomtatni, és akkor mindig valamivel tovább tudtam magamat fejleszteni, és akkor azt belevittem az új projektbe. A tervezés és az építés hónapokon át tartott. Krisztián minden elemet és részletet saját maga tervezett meg és készített el. A makett mintegy 80 cm széles és 70 cm magas lett. Több mint fél évig telt, mire elkészültek a tervek, meg az alkatrészek. Rengeteg órányi nyomtatás, több mint 700 órányi nyomtatás van benne, ami a végleges nyomtatás, de körülbelül ugyanennyi az a nyomtatás, amik nem sikerültek, tehát ami vagy méretileg nem stimmelt, vagy elakadt a nyomtatószál, vagy leállt a nyomtató, tehát sok voltak ilyen dolgok, és több mint 1600 méter PLA, ez a kukoricakeményítős nyomtató anyag van beleépítve. A 3D nyomtatás gondolata már régóta foglalkoztatta az alkotót, de végül a Covid időszak alatt döntött úgy, hogy nyomtatót vásárol és élni kezdi álmait. Sok plusz tud adni, főleg az, hogy a kreativitás, ez az ember ki tudja élni. Tehát sok ötletem, sok tervem van, amiket szeretnék így a Playmobilokhoz megvalósítani. Tehát vannak olyan elemek, olyan alkatrészek, amiket a Playmobil sose gyártott. Tehát én direkt arra épültem rá, vagy arra mentem rá, hogy olyan elemeket készítsek, tervezzek, ami nem a Playmobil által is készített, hanem azzal kompatibilis legyen. Tehát vízimalmot, akkor ilyen körfalelemeket, akkor ilyen oldalbástyelemeket, és ezek olyan jó érzést nyújtanak, hogy ahhoz tudok hozzáépíteni, adni dolgokat, amiket már mások máshol megterveztek. A Wittenbergi Vártemplom makettje a Soproni Evangélikus Egyházközség templomában tekinthető meg a következő időszakban.